Sziasztok srácok, én Komet vagyok, Atya úristen. Nem gondoltam volna, hogy egyszer ide eljutunk, őszintén szólva, én úgy álltam neki az időutazásnak, hogy ebből semmi sem lesz. De végül aztán, basszus, nem hittem volna soha, hogy ezt kimondom. Gyerekek, úgy néz ki, hogy sikerült megfejtenem az időutazást. Nagyon sok munka volt vele, az előző részek nem voltak valami sikeresek, de végül is azért nem, mert egyáltalán semmi köze nem volt azokhoz a dolgokhoz, az egésznek, amiket azokban a videókban megmutattam. Szóval, hát én nem tudom, kicsit furcsán lehet ezt megcsinálni, de végeredményben működik, és jó, basszus, azt a rohadt életben, én ezt nem gondoltam volna soha, bocsánat, csak annyira extázis agybaj őrület van, hogy hihetetlen. Szerintem kezdjünk is bele, de előtte azért ad mondjam el a leírást, olvasd el, mert fontos, jó? Köszönöm, de ezt mindig elmondom, de kezdjük bele. Na szóval, az első és legfontosabb dolog az, hogy Franklinnel kell lennünk, ugyanis ez az egész csak és kizárólag Franklinnel működik. Azt el kell mondjam tényleg, hogy rohadt furán működik, meg én is meglepődtem, hogy ez így van, de végül is aztán tök véletlenül jöttem rá a dolgokra. Na, bemegyünk ide a házba, és onnan ki kell hozni a Space Dockert, illetve ez nem a ház, hanem a garázs. Bocsi, csak már őrület, már nem is tudom hova tegyem az agyamat. Aztán fontos, hogy úgy ki kell durrantanunk a kereket, hogy nem kilőjük, hanem kipörgetjük. És ugye, ha időt szeretnénk utazni, hova máshova szeretnénk, mint nem San Andreasba, ezt a Rockstar is nagyon jól tudta, úgyhogy hát meg kell látogatnunk azt az egy helyet a Space Dockerrel, ugye az időutazó autóval kirobbantott kerekekkel, ezt majd később fog kiderülni, hogy még kellett kirobbantani, de fontos tényező az is, el kell, hogy mondjam. Na szóval, ide jövünk a Grove Streetre a kipukkasztott kerekű Space Dockerrel, és fel kell, hogy hívjuk azt a régen videóban már mutatott Black Phone Numbers, az a robbantós telefonszámot. Tényleg ezt majd a későbbiekben elmondom, hogy mi a logikai összetevője ennek, csak most először meg akarom mutatni a menetét. Szóval ezt felhívjátok, ugye történik egy robbanás. Ez egy jövőbeli cselekedethez kell és szükséges. Ha ez megvan, ugye akkor kell ide jönnünk, amikor itt van ez az autó. Ez nagyon ritkán spannol, szóval hogyha nem látjátok itt ezt a lila autót, ez nem mindegyik ugyanilyen, de akármelyiket elhozhatom elméletileg. Azt hiszem kipróbáltam kettővel is, és a másikkal is működik, ugye, mert itt szokott lenni a tornádó is. Na igen, szóval ezt el kell hoznod, miután csináltad a robbanást. Be kell hoznod a Los Santos Customs-be, és megvenni rá mindent. Tényleg mindent, full mindent, az armort, a mindent, mindenből a legjobbat, illetve nem mindenből mindent, és a legjobbat kell rajthagynod. Ha ez megvan, akkor ezután azt kell csinálnod, hogyha elérkezel a Rispé részhez, ami már egy kicsivel érdekesebb, ott a Bright Green-t kell beállítani, ha jól emlékszem, de azért nézzük meg. Igen, bejössz ide is a Bright Green-t nyomod be színnek. Ez ugye azért van, mert a Grove Street-nek a San Andreasba ez volt a színe a Grove Street-es embereknek. Szóval ez így most a San Andreas-os feelinget kell visszahozni, ez a logikája az egésznek. A kerék pedig a dollárjeles kell legyen, a festése pedig ez a fehér körös. Tudom, hogy fura gyerekek, de hát ez van, ilyen módszerrel kell csinálni. Aztán itt pedig meg kell venni a legalsó kerékfüstöt, ez is egy fontos tényező. Na most, hogyha ezzel megvagytok, akkor ki kell jönnetek. Fogjátok magatokat, és elkezditek ezzel a full twingolt, mindent megvett autóval pörgetni a kereket. Itt most 42 másodpercig kell kipörgetni a kereket folyamatosan. Azért kellett megvenni a golyóálló kereket, ugye, hogy ez ne durranjon ki. A 42 másodperc egy fontos szám lesz majd, mindjárt meg fogjátok érteni, mikor odaérünk. Tudom, srácok, hogy elég fura, de én is meglepődtem, mikor ezt így felismertem. Durva, durva. Nézzétek, mi történik. Beszarás. Hogyha 42 másodpercig pörgetitek a kereket ezzel a footringolt autóval, akkor egy kaci jön elő, és a nap felé repülünk egy hidrával. What the hell? Na most, itt az a teendőnk, hogy a hidra nélkül, a hidrát hidrába ki kell ugrani, a hidra nélkül eljussunk vissza a földre. Ezt ugye a legegyszerűbben úgy tudjátok megcsinálni, hogy kiugrotok és kiejtően jöztök vissza a talajra,
aránylag korán ki kell nyitni az ernyőt, bár azt mondjuk nem próbáltam ki, hogy ejtőernyőzés nélkül is ilyen könnyen megye. Itt előjön egy cutscene. Ahogy éppen repülünk be. Aztán megkapjuk az irányítást újra is. Amint földet érünk, valami egészen durva dolog történik, gyerekek. A játék átváltozik GTA San Andreas-szal. Na jó, csak viccelek, komolyan. Most ezt komolyan egész végig elhitted. Jó, azért remélem sokan nem, mert annyira szennyesre sikerült, hogy hihetetlen. Meg amúgy is már valamikor mondtam, hogy ez egy átbaszás lesz ezen a napon. De annyira kevés munka volt az ötlet kigondolásán, meg annyira random lett, meg annyira hülyeség lett, hogy wow. Úgyhogy gondolom, ide most befér azért egy jumpscare. Nem volt egy egész jumpscare. Nem, úgyhogy remélem nem ijedt meg senki. Na. Ha most ezt te tényleg komolyan elhitted, hát baj van. Mondjuk azok után, hogy a mennyi ember mennyi hülyeséget elhisz. Nem tudom, srácok. Nem tudom. Remélem senki nem mérges rám, se a hülyeségek miatt, se a jumpscare miatt. Április bolondja, halál, fasza. Ha sikerült átbasszalak, légy szíves, bökj egy lájkot a videóra, csak azért, hogy másokat is sikerül átcseszni. Szóval ha látják, hogy sok lájk van ezen a szaron, akkor el fogják hinni. Édes Istenem. Ezt élveztem csinálni, csak az a baj, nem volt túl átgondolt. Lehetett volna ennél komolyabb bizonyítékokat és érveket is összegyűjteni, nem csak ilyen baromságokat tök randomra. Na mindegy, április bolondja vagy nem. Köszönöm, hogy itt voltál. Ebben a részben el szeretném mondani, mert ugye ez időutazás, mit tudom, ami megfejtve című fos. Nincs időutazás a játékban, gyerekek, ezt én itt most kijelentem. Még biztos nincs, valószínűleg soha nem is lesz, ahogy ismerem a Rockstar-t, szóval az egy kamügy, nincs időutazás. Ennyi. Nem lesz több rész ebből. Na. Majd találkozunk valamikor. Édes Isten, mekkora hülye vagyok. Sziasztok! Na jó, akkor most jött el az ideje, hogy becsukd a videót, mert mindent, amit elkezdesz, be kell fejezni. Szóval csukd be! Te akartad?